Alekosz lehet, hogy kicsit túltolta. Elkezdett belekeveredni a közélet dolgaiba, de valami egészen sajátos módon teszi. Emlékezetes, hogy a napokban Wollner János, a Mi Hazánk mozgalom képviselője arról beszélt, hogy ha valakik a Szent Koronát akarnák piszkálni a parlamentben a tüntetők közül, akkor oda küldené a betyársereg 300 tagját. Most erre reagált Alekosz valami egészen elképesztőt, így ír Facebook oldalán az egykori valóság hős, Hazánk, szellemi fáklyája. Tisztelt Wollner úr! Nem kell a 300. Országunkat elárasztotta az agresszivitás. Meg nem értés, egymás melletti elbeszélés, pankráció van. A kormány nem talál közös nevezőt a csőcselékkel. A csőcselék nem képes olvasni a sorok között. Nem képes, mert nem is akar. Támadni, gyújtogatni, városokat blokád alá venni akar. Békét nem ennek a tarthatatlan állapotnak a megoldása a kommunikáció. Nem a 300. ide kommunikátor kell. A 300 csak olaj volna a tűzre. Bele sem merek gondolni abba, mi volna akkor, amikor a buli negyedben a portaszolgálatot leadó IQ bajnokok 300-asával vonulnak föl a primitívek ellen. IQ orgia. Ezennel bejelentem, hogy a csőcselék és a kormány közötti kommunikációs csatorna egymás közötti közvetítését és párbeszédét elvállalom. Ha fölkérnek. Békítettem én már ki nagyobb hatalmakat is, mint ez a csipcsup patkány invázió, elértem, hogy Kim Jong-un kedves vezető, leszerelje a ballisztikus rakétáit. Folytattam én már párbeszédet Mark Zuckerberggel, de magával a pápával is. A tököli nehéz fiúkról már nem is beszélve. Kérem a holdingot, hogy a békesség és a további vérontás elkerülésének a nevében nevezzen meg, hivatalosan kérjen föl a kormány és a patkányinvázió közötti egyetemes közvetítői és párbeszédi feladatára. Nem kell a 300.